18. Én másodikos vagyok. Hány iskola van itt konyáron? Egy. Egy. Téged tanított ez a tanár, akit elbocsájtottak? Hogy hívják őt? Vixler. Mit tud róla elmondani? Ez egy gonosz ember, szigorú. Minden alán kiabál, mindig kiabált. Hogy bánt veletek? Volt, akit bántott? Ami aztán egy gyereket feltette a falra. Azt hogy értsem, hogy feltette a falra? Hát megfogta azt a falhoz, nyomta a ruháját. És milyen volt a hangulat, miután kirúgták? Jobb. Mit mondtak a többi tanárok? Hát igen, nem tudom. Azt mondták, hogy nem jogosan rúgták ki. Mert? Ez igaza van meg, hogy ők is úgy gondolják a többi tanárok. Mekkora a cigány gyerekeknek az aránya ebben az iskolában? 80%. 80% baromák vagytok? Szilvi néni. Igen. Aha. Az jobb. És az nem szigorú, mert az már jó tanár. Jobb tanár, mint Szilárd, mert Szilárd az nagyon haragos volt, meg rosszul bánt a cigány gyerekekkel. Ti mi akartok lenni ott? Te már nyolcadikos vagy, neked már el kellett gondolkodni ezen. Mi rendőr szeretnék lenni. Miért pont rendőr? Hát azért már... az jó. Ha te rendőr lennél, ezt a mai esti vonulást megengednéd itt a gárdistáknak az utcán? Nem. Miért? Hát azért, mert félnek a gyerekek is, meg mindenki. Te is félsz? Igen. Mitől félsz? Hát, hogy... este itten járni fognak, igen. Meg ki tudja, mit akarnak csinálni. És te, öcsém? Hát, én is rendőrnek akarok menni. Te félsz ettől az esti vonulástól? Mit gondolsz róla, hogy miért jönnek ide? Szerintem azért, mert szerintem utálják a cigányokat. Mindenkit, téged is? Hát, igen. Miért elkövettél valami rosszat? Uh-uh.